A Szegedi Szabadtéri Játékok idei évadát egy igazi klasszikus musical premierje zárja. A West Side Story-t a Rómeus Júlia története inspirálta, amely az 1950-es évek problémáira irányítja rá a figyelmet a legkedveltebb műfajba csomagolva. Az első előadás előtt a rendező és a színészek közönség találkozó keretében osztották meg a gondolataikat a résztvevőkkel. Alföldi Róbert rendezte a darabot, amelyet tavaly szerettek volna bemutatni, azonban a koronavírus miatt 2021-re tolódott a produkció. Az ikonikus zenés-táncos művet a Nagy Érdemű az eredeti magyar fordításban hallhatja majd. A második generációs amerikai tinikből álló banda vezér Tonyt a makkói származású Kocsis Dénes színész alakítja, aki mindig örömmel jön Szegedre, így közel van a szeretett hagyma városához is. Bármikor, amikor jönni kell, ha csak egy fellépés erejéig, vagy egy vendégjáték erejéig, akkor nekem mindig azért az egy jó fél évre feltölti a szívemet, és azért ilyenkor a családtagok, makói családtagokkal is azért össze tudunk futni, hogyha éppen úgy adódik, hogy van rá idő, úgyhogy ez nagyon jó, meg hát így közel tudok hozzájuk jönni egészen, hogy ne kelljen Pestre feljönniük megnézni. Egyébként nagyon vicces, de pont 10 évvel ezelőtt játszottam ugyanezt a szerepet a West Side Story-ban, csak a Szegedi Közszínházban. Így egészen más, hogy tudok ebben a szerepben létezni, és hát borzasztóan örülök, hogy még egyszer megcsináltam ezt a szerepet. A bevándorló banda női főszerepét, a puertórikói származású temperamentumos lányt, Mariát, Ágoston Katalin alakítja, aki a karakteréről mesél stábunknak. Ő egy nagyon fiatal lány, nagyon tapasztalatlan, és hát nagyon vágyik a szabadságra, és az életre, mivel hát 10 éves és egy élettel teli csajról van szó, ráadásul származása révén egy elég temperamentumos lány. Úgyhogy ő arra készül, hogy Amerikában most a világot felfedezi és bekebelezi. Hát sajnos ez nem így sikerül az ő életében, mert ez egy nap alatt sajnos véget ér, de megtalálja a nagy szerelmet az életben. A puertórikói banda vezért Bernárdót pedig Medvecki Balázs formálja meg, akinek ez lesz az első szereplése a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A színész szót ejtett arról, hogy pozitívan gondol vissza a próbákra. Én nagyon szerettem őket, tehát hogy mindenki valahogy mondta ezt, mondtam is itt most a közönség találkozón, hogy valahogy azt éreztem mindannyiunkon, így a főbb szereplőkön is, meg a táncosokon is, meg minden ensemble szereplőkön is, hogy valahogy együtt haladunk előre. Tehát nagyon, nagyon ritka az a próba folyamat, ahol ennyire egyszerre haladunk, egyet gondolunk, és hétről hétre valahogy mindig ránk rakódik valami plusz, amitől érdekesebb ez a szerep, az a szerep. A művészek mindegyike várja az augusztus 13-át, hogy végre a nagy közönség előtt is be tudják mutatni a legtöbb Oscar-díjjal kitüntetett musicalt. Az előadást a közönség augusztusban 6 alkalommal láthatja a Dom tér varázslatos környezetében.